Köszöntök mindenkit az eddigi talán legizgalmasabb PS tutoriál videónkban, ahol el fogjuk tüntetni a napot. Pontosabban pont nem fog érdekelni minket, hogy a fotó a legnagyobb déli napsütésben készült, mi megpöcköljük úgy, hogy esti legyen belőle. Miért van erre szükség? Nos, valójában abszolút nincs rá szükség, viszont remek gyakorlás és a végeredmény egy olyan meseszerű kép lesz, amit ténylegesen este ebben a formában nem lehetne kivitelezni. A képek fényelése egy nagyon fontos pont az utómunka során. Nyilván lehet egész finoman, és lehet barbár módon elemi szinten megrütyögtetni a képet, ahogy azt tesszük mindjárt mi is. Van ezzel valami gond? Az égvilágon semmi, csak utána ne akard úgy eladni, hogy mekkora király esti képet lőttél, mert az azt jelenti, hogy a most szerzett képességeidet rossz célra használod. Ahhoz, hogy egy képet ennyire át tudj formálni, ahhoz ismerni kell a fény alapvető tulajdonságait és elemezned kell magadban, hogy a valóság mitől is valóság. Ebben az esetben szarul hangzik, hogy épp egy délben készült verőfényes képet akarunk áttekerni éjszakaiba. De gondoljunk csak bele. A telihold, ha nem takarja éppen a felhő, éppen úgy világít, olyan éles árnyékokat ad, mint a nap, csak sokkal-sokkal gyengébben. De a fény hatásában nincs sok különbség. Persze azért ez nem ilyen egyszerű, de ez az alap. Tehát először az ilyen alap dolgoknak kell passzolniuk, az utána lévő színkorrekció, sötétítés, stb. Már a kisebb probléma. De akkor lássuk, hogy is megy ez a gyakorlatban. Nekem két lépcsőből áll egy ilyen kép elkészítése, az egyik, hogy kamerarawba előkészítem az alapfényelést, majd utána reszelgetem tovább a layerekkel. Tehát az azt jelenti, hogy első körben most lemásoljuk a layert, Ctrl-J, utána Ctrl-Shift-A, és akkor neki eshetünk az első műveleteknek. Úgy kell ezt elképzelni, mint a főzés. Most csinálunk egy alaplevet, meg nagyjából egy rántást, meg ilyeneket, és utána fűszerezzük a későbbiekbe, meg utána lehet még vele jópofáskodni. Na, első körben először is ugye az éjszakai képeknek az alapvető különbsége, hogy van egy kékes tónusuk, tehát elviszem az egészet picit ilyen kékesbe. Itt most hozzá kell tenni, gyerekek, tehát ezt tisztázzuk. Itt ez most alapvetően egy ilyen fantázia kép lesz, egy kis meseszerű dolog. Nem akarom végérvényesen elhitetni, hogy ez tényleg egy éjszakai kép, egy... Ez már inkább a digital art kategória, szóval, hogy itt egy ilyen fantasy kép a cél, nyugodtan lehet kicsit túlozni, ízlés szerint fűszerezni, és esetleg kicsit elmenni valamilyen irányba jobban, erőteljesebben, ami nektek tetszik. A lényeg az, hogy itt most nem baj, hogyha nem pont annyira hiteles, mint a valódi, de hogyha ügyesek vagyunk, akkor azért úgyis megtévesztő lehet. Na. És akkor itt volt az, hogy lehúztam az expozíciót, tehát ezzel a általános, a képre vonatkozó globális fénymennyiséget csökkentettem, ugye nyilván azért, mert az estéről beszélünk, viszont a beszűrődő holdfény, ami itt most ugye, tehát ami a napfény, azt itt most mi holdfényként fogjuk definiálni, annak viszont a fénye az ugye erős. Mivel sokkal gyengébb és nincs akkora átütő ereje, ezért a holdnak a fénye ebben az esetben tényleg nagyon lokálisan hat. Tehát amit megvilágít, az szépen látszik, viszont nem tudjuk úgy kezelni, mint ahogy a napfényt, hogy minden mást is bevilágít külötte, hiszen ahhoz nem elég erős. Tehát az a lényeg, hogy a csúcsfényeket azokat meg kell hagyni, hogy érezzem, hogy ott világít, mert különben, hogyha lehúzod, akkor az az érzésed lesz, hogy az egész csak egy alexpós kép. Tehát a fényértéket a csúcsfényeknél meg kell hagynunk, ezért visszatoljuk a csúcsfényeket ugye följebb. Viszont az egész képnek meg vissza kell venni kicsit a fényéből, tehát azért ez kicsit sötétebb. Gyakorlatilag egy ilyen kontrasztot növelünk most, viszont a feketét... vagy az fehér, igen, de ez a fehérre, mert csak óvatosan, mert könnyen kiégnek a színek, és a fehérek is, tehát azt ne, arról szó sincsen, tehát azért ne lőjünk egy kiégett képet este. A feketéket azért nem érdemes levinni, mert későbbiekben dolgunk lesz még a mozdonnyal, és hogyha a feketéket lehúzod, akkor elveszik már minden részet, az pedig nekünk nem jó. Oké, ezt tulajdonképpen itt hagyhatjuk is, nullán maradhat. Megnézzük, hogy itt a kékeknél, a színezetnél, hogy picit merre vigyük el inkább. Ugye egy kicsit lilásabb, erre sokkal ciánosabb, zöldesebb, az nekünk nem kell. De egy kicsit, egy leheletnyivel inkább egy picit a lilásabb irányba, egy plusz kettő az elég.
Most ugye rekonstruálom azt a képet, amit az előbb már láttatok, hogy mi lenne a végeredmény, most inkább a módszert szeretném megmutatni, valószínűleg nem lesz pont ugyanolyan, azzal vagy 3-4 órát eltököltem. Most tényleg egy ilyen a hogyan készült része, a módszer a lényeg, aztán az már rajtatok áll, hogy mennyi időt szántok erre, mennyit pepecseltek a részletekkel. No, na most Clarity, egy pici nem baj, hogyha van, de itt most ne túljuk túl, mert alapvetően egy lágyabb kép a végcél, ugye ez a kicsit esti fényhez, de lokálisan viszont érdemes használni például arra, hogy kiemeljük vele a füstöt. Ugye, mert a gőzösnek a füstje az irgalmatlanul jól néz ki, és az érdemel egy kis plusz figyelmet. Ezeket most leveszem nullára, mert ezekhez nem nyúlunk. Itt viszont lehet adni rá kicsit bátrabban, élesség az eszed tokja, nekem nem az kell, hanem a tisztaság. Így is van. Ugye jobb klikkel tudom, hogyha lenyomjátok a jobb klikket, és jobbra-balra húzogatjátok a kurzort, akkor tudjátok a brásnak a méretét változtatni, a feather, tehát az átmenetet, az pedig itt. Lágyperem, ugye az a feather angolul, nekem most ennyi jó lesz, és akkor most elkezdünk rá festegetni, ugye már is érezhető, hogy a Clarity az jár egy kis expo növeléssel is, ugye kihozza jobban a csúcsfényeket, meg a sötéteket, tehát meg egy kis kontrasztosítás hatása is. Tehát, hogy ugye, hogyha lehúzom, akkor ilyen, hogyha felnyomom teljesen, akkor ilyen egy kicsit kiemeli a plasztikusságát a füstnek, és én ezt például nagyon szeretem, de ezek mind olyan dolgok, hogy ízlés kérdése. Van, aki abszolút Clarity ellenes, tehát eretnekségnek gondolja. Egyébként van benne valami, mert lehet ezt nagyon rosszul is használni, de ésszel indokolt esetben szerintem nagyon jót tud tenni egy-egy képnek. Oké. Akkor itt hozzáadunk itt egy új pint, ami azt jelenti, hogy a következő értékek már nem nyúlnak hozzá a füstre felvitt értékekhez. És egy picit, itt most vegyük vissza a Clarity-t, és itt most csak fessünk rá kicsit a szégyed magad össze. Kell egy minimum érték, igen, tehát az expóval. Kicsit kiemeljük itt a mozdonyt mindjárt. Össze-vissza festegetés, és akkor most erre is mehet egy picike Clarity, mert a picikénél az egy kicsit több. És árnyékot kihozhatunk belőle, mondjuk így jobban látszódjon, nagyon jó ez a fémes csillogás, azt nagyon szeretem. Na és erre is például kiváló a Clarity, nagyon szépen a anyagkezelést és a plasztikusságot, az anyag érzetet nagyon, nagyon jól lehet vele kicsit, hogy is mondjam, érzékeltetni, igen. Jó, akkor mondjuk azt, hogy van egy ilyen izénk, ami jelen pillanatban még korán sincs kész, viszont ezzel már el lehet indulni, és hogyha most ugye a frissítésnél megnézitek, akkor igazából már csak ennyivel is rögtön van egy kis éjszakai érzésünk, nem de? Okés, na, és akkor például most a következő az, hogy van itt egy ilyen tábla, ami roppantú zavaró. Mit keresel itt? Hát milyen tábla vagy te? Hát táblád is milyen, kérem szépen. Behesszelted az orrom elé egy ilyen random tábla, és ez nekem nagyon-nagyon nem szimpatikus. Úgyhogy ez most egy egészen egyszerű művelette, körbejelölöm nagyjából, így, és most azt mondom neki, hogy jobb klik, fill, kiválasztom azt, hogy content övér. Azért mondom ezeket a részeket angolul, mert neki még mindig nem csináltam meg itt a angolosítást, és akinek az van, az is tudja. Na, és hát igen, a PS Software az már ilyen szinten van egyébként, ez nem egy új feature, de én ezen azért mindig meglepődöm, hogy milyen profi algoritmussal ki tudja szedni ezt, szóval, hogy ez viszonylag egy elég könnyű művelet volt, míg hogyha mondjuk Clone Stamp-el akarnánk pepecselni, meg pacsmagolni vele, akkor jóval több időt venne igénybe, és valószínűleg a végeredmény sem lenne ugyanilyen. Na mindegy, okés. Tehát, a következő, amit mondtam ugye az előbb, hogy van nekünk ugye most egy holdfényünk, amit azonosít, ami a napfénynek felelít most meg, csak hát ugye most az a helyzet, hogy még azért nincs igazából kifejezetten éjszakai hatásunk, vagyis éjszakai érzésünk, mert gyakorlatilag mindent látunk, tehát ellátunk itt a mozdony mögötti részhez is, ami ugye elég messze van. Ami azt jelenti, hogy
hogy marha sok fényt sejtett, na most este ilyen nincsen. Tehát nekünk most le kell sötétíteni a hátteret, meg a széleket annyira, hogy érződjön, hogy tényleg csak ott van fény, ahol a hold világít. Tehát mögötte, be az erdőbe, oda már nem látunk. Azt úgy, az ott nekünk nem kell. És itt fogjuk most segítségül hívni az adjustment layereket. Ugye az eddigi Photoshop tutorial részek úgy volt, hogy a camera raw, maszkolás és adjustment layerek. Na most ehhez a témához, amit most csinálunk, mind a három kell. Tehát aki esetleg azokat még nem nézte meg, vagy finge nincs, hogy miről beszélek, az lehet először abba pörgessen bele, vagy nézze meg, vagy most nézze végez, de azokban a videókban külön azokra az egyes szegmensekre részletesen kitérek, most csak érintőlegesen, most már inkább használjuk őket. Röviden annyi a lényeg, az adjustment layerekkel a képterületeket szeparálva, elkülönítve tudjuk szerkeszteni, mindezt úgy, hogy parametrikus marad, tehát később ki be tudjuk kapcsolni az adott layer, tudjuk változtatni, nem égetjük bele az alapképünkbe, tehát az utolsó utáni pillanatig is változtatható, és ez rendkívül fontos, mobilis és hasznos. Jó, na induljunk el valamilyen módon, én ilyenek úgy szoktam csinálni, hogy csináljuk gyerekek, nem tudom, majd közben kiderül, hogy meg mint lesz. Az azt jelenti, hogy kijelölünk egy területet, például csináljunk, ugye itt most az lesz a koncepció, ahogy azt itt most látjátok a kész képen, hogy lesz egy ilyen beszűrődő holdsáv, tehát egy ilyen fénypászma. Viszont a körülötte lévő részt azt szépen sötétítsük le, most így nagyjából így elnagyolva, ide be egészen az erdőhöz, itt ahol ugye most megy az egér, attól jobbra, ott elvileg már marha sötétnek kell lenni, mert az ott már az erdő része. Oké, csináltunk most egy elég nagy szelekciót. Ezen még majd finomítunk, most ez irányadó csak. Rendben, fogom az expozíciót. És elkezdem besötétíteni, mondjuk így. Utána itt átmegyek erre a maszk részre. Ugye itt most az expozíció értékét állítottam. Itt pedig az, hogy ez a szelekció mennyire legyen elmosva. Hát marhára, tehát nyilvánvaló. Ugye lightperem, feather. Oké, mert levesszük ennyire, és akkor most jön a lényeg, hogy itt ugye ez itt elég csúnya, tehát itt hiába mostam el, itt érződik, hogy ez itt nem százas, viszont az adjustment layer az automatikusan generál egy maszkot, ami azért marha jó, mert utána ezt egyszerűen vissza tudjuk festeni így. Ugye itt most átmentem az irézsre, a radírra, background szín ugye a fehér, arra van most szükség, és ezzel itt szépen finoman ezt utána tudom hangolni. Így, itt meg picit, ugye, hogyha X-et nyomsz, akkor tudod itt a background színt változtatni. Hogyha a fehér, akkor elveszel a szelekcióból, hogyha nyomsz egy X-et és fekete, akkor viszont hozzáadsz a szelekcióhoz, és ezzel gyakorlatilag marha gyorsan tudod váltogatni, hogy most te inkább sötétítesz, vagy világosítasz, vagy mit csinálsz. Hát te nem világosítasz, hanem az eredeti expozíciót adod vissza a képnek. Jó, van mondjuk most egy irányunk, rendben. Következő. Ugye itt, amit mondtam, hogy rendkívül látványosan borzasztó ez, hogy itt minden látszik, nagyjából így ezt kijelöljük. Igen. Erre most itt adunk egy kicsit agresszívabb sötétítést. Nem kell több félni, hogy ilyen borzasztóan néz ki. Ugye már is nem érzem azt a fajta kemény peremet, ami ugye ott volt. És akkor most lehet azt csinálni, hogy ugye van egy ilyen kijelölésed, de most azt mondod, hogy te mondjuk szeretnéd ezt kicsit máshova is átörökíteni, semmi akadálya nincsen, változtatunk a background színen, és akkor például itt már el lehet kezdeni ugyanúgy sötétíteni vele, széleken. Ugye itt nyilván itt ez az érték van, itt ez nem adunk hozzá nagyon. Még most hozzá kell tenni, itt most éppen én nappal csinálom ezt a képet, tehát ez mondjuk, hogy adhatok egy tippet, akkor ilyet éjszaka csináljatok, hogy a monitoron minél jobban látszódjanak a fényértékek, mert nekem most van egy kis becsillanás, minden is, lehet, hogy ezért nem lesz túl precíz. Van, hogy nappal csinálok egy képet, utána megnézem este, és így mi a franc? Mi történt? Mi történt itt, kérem szépen? Ilyen ent erdő mélyén ott sötétebb van, fölfele világosodunk, ugye innen jön be a fény, tehát itt erre hagyni kell akkor ott fényértéket. Visszaveszünk, jó.
Oké, ezt már kicsit soknak érzem, ekkor a historiba szépen visszalépegetünk, hogy azért akkor álljon. Ja, és igen, és mentés. Mentés megvolt, most már biztonságban vagyunk, viszont ami például feltűnhet, hogy itt nekem ezek a ciánok itt a havon, ezek nem igazán tetszenek. Tehát ez így annyira így nem oké. Úgyhogy most azt csináljuk, hogy fogjuk, és így ezt a területet itt, wow, így kijelöljük, nyáu. És adunk egy olyat, hogy nem is szelektív szín, hanem színezett telítettség, Hue Saturation. És itt azt kiválasztjuk, hogy ciánok, és a saturation-t, telítettséget, azt kicsit levesszük. Zuty, ez mondjuk így a nulla, ennyire nem kell. Ugye, hogyha túltolom, akkor az így néz ki. Szóval, hogy azért látjuk, hogy van ebbe baj, ezért kell vigyázni azzal, hogy ezek a ciánok... A cián az egy érzékeny téma a képeknél, nagyon könnyen kiég, nagyon könnyen sikerül harsányra csinálni, akár égnél, másféle fotóknál is, és arra nagyon kell figyelni, mert nagyon ocsmány. Tehát azért most én is visszaveszem, ugye itt a szemmel meg tudjuk nézni, milyen volt, ugye ilyen volt, és ilyen lett. Sokkal-sokkal természetesebb, az nem jó, hogyha ennyire ciános a dolog. Jó. Oké, és kérem alássam. Akkor következő körbe egy picit itt hozzuk ki ezt a mozdonyt, mert mégiscsak azért ő a lényege ennek a képnek. És most jöhet majd, hát illetve nem a jó öreg maszkolás, itt is ugye csak többféle kijelölő lasszó van. Ugye ez a legfelső, ez amikor úgy jelölöd ki, hogy húzod a kurzort. A poligonál lasszó, tehát ponttól pontig kötöd a lasszót, ez olyan akkor jó, hogyha tényleg ilyen szögletes valamit jelölsz ki, akkor ugye precízen tud az éleket követni. A mágneses pedig azt csinálja, hogy a nagy kontraszttartalmú határokat leköveti, tehát hogyha megfelelő különbség van a háttér és a kijelölni kívánt objektum között, akkor ő elvileg megpróbálja megtalálni magától az éleket, és te csak nagyjából végighúzod rajta. Na most látható, hogy fekete mozdony, majdnem fekete háttéren nem ez lesz a jó megoldás, hanem a poligonál, ami azt jelenti, hogy csak így nagyjából megadom neki, hogy úgy... Én se látom, hol megy ez a rák. Na, ez az, gyere itt szépen végig. Úgy a bele, jahe. Így nagyjából kijelöljük. Gúvasztom itt a szemem, mint valami... guvat. Mert ugye süt a nap, ez meg, hát ez nem egy napsütéses kép ugye, most már, úgyhogy nehezen láttam én is, de nagyjából megvan. És akkor itt most adunk neki görbéket, azért görbéket, mert itt most jobban fogunk tudni majd játszani a különböző fényességű területekkel a mozdonyon belül, így adok neki egy ilyen általános expo növelést, de hogyha eskanyar csinálunk, akkor ugye, hogyha ilyen eskanyar csinálunk, akkor kontrasztosítjuk a képet. Hogyha ilyet, akkor fakítjuk. Ugye egymásnak a reverse mozdulata, de igazából ide most nem is kell. Dellel kitörölheted a nodokat. Nod azt hívjuk ennek a kis pontnak itt a görbén. Hát mondjuk úgy így jó. És ugye, ahogy mondtam, azért jók ezek az adjustment layerek, mert most ide megyek. És itt ezt egyszerűen csak ki be tudom kapcsolni. Rögtön látom, hogy mi a különbség, és hogy esetleg később mégsem tetszik, akkor fogom és kitörlöm, és hello, nem kell bele ügyet csinálni. Kicsit, hogy legyen egy kicsit mély térérzetünk. Ugye, hogyha azért is szeretem egyébként így a képeket, kicsit így a széleit adott esetben nyilván nem öncélúan, csak hogyha hozzáad a képhez és van értelme így sötétíteni, mert nagyon jó kis mélységet tud adni a képnek, nem lesz olyan fletes, egysíkú. Itt viszont nekünk most nem a görbe kell, hanem így általánosságba. Jó, ezt is elmossuk. Nagyon jó, fábulus. Oké, akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni itt egy kis hold fénypászmával. Na ez most egy kicsit más téma lesz. Itt például, hogyha több szegmensből csinálsz egy képet, akkor nagyon érdemes itt a layereket mappába rendezni, mert egy idő után nekem van olyan kép, amiben nem tudom, van 30-40 layer, vagy 50 vagy 100, nem tudom, és azért ott már az komoly feltűrést tud okozni, hogy akkor megtaláld, mikor vissza akarsz keresni valamit, úgyhogy shift, kattintasz a végére, nyomsz egy foldert, rendben, elnevezett, hogy
alapfényelés, mondjuk. Jó, és mondjuk azt neki egy kék szint. Ugye? Mert később akkor ezek, mert ugye, hogyha adsz egy mappának egy szint, akkor utána megírja az összes alátartozó layert, és amikor még több mappa van megnyitva, akkor ez marhára tud segíteni abba, hogy külön-külön lásd a modulokat. Jó? Csinálunk egy új layert. Kijelöljük az egész képet. Kitöltjük fill black. Jó az neki. Utána a blendinget átállítjuk screenre. Így most gyakorlatilag nincs változás, ugye kibe kapcsolom, nincs semmi, de azért ez ott van. Jó, és most kijelöljük azt a részt, amit a fénypászmának szánunk. Tehát azt a területet, ahol definiáljuk, hogy hol éri, hol süt be a nap, vagy nap, hold. Én is össze-vissza beszélek. Javítsatok ki, gyerekek, mert nem vagyok megbízható. Tehát mondjuk így kicsit hozzájelölök, így még ez jobban néz ki. Jó. Utána később ugye most nagyjából kijelöltem, de majd mindjárt vissza fogunk törölgetni össze-vissza, mint a takarítónő. Jó. Jobb klik. Kitöltés. Fehér. Most amúgy nagyon szívesen látnám az arcotokat, mert valószínűleg ezzel, ami itt most történik, kevéssé tudjátok elképzelni, hogy ebből hogy lesz bármilyen szinten is elfogadható végeredmény, de bízzatok bennem. Először is. Leveszem az opacitását ennek, mondjuk 50-re. Ezt itt is be lehet állítani a fedettséget, de hogyha numerikus billentyűzeten csak nyomod a gombokat, akkor ő automatikusan azt fogja csökkenteni. Csak vigyázni kell, mert hogyha nem kapcsolsz át nyílra, hanem mondjuk brushon maradsz, és ott nyomogatod a numerikus billentyűzetet, akkor a brushnak az átlátszóságát fogod változtatni, aztán ebből lehet kavarodás. De most egyenőre ez így most jónak tűnik. Oké. Okay. Na most. Azt csináljuk, hogy ezt most itt eléletlenítjük. Gauss életlenítés. Még jobban. Mondjuk így, oké. Okay. De ez még hát maradjunk annyiban, hogy szar. Tehát ezeket ki kell mondani, ezeket a dolgokat, ugye? Ki kell mondani. Úgyhogy lejjebb vesszük még az opacitást. Még gyengébbre. Aha, itt már valamit érzünk, ugye? Ez kicsit olyan, hogy a párás levegőbe beszűrődne a fény, kicsit fakítja azt a részt, amit eltalál, alakul. 30% az már túl sok. 1 az kevés. 1,5. 15%. 20%. Ugye, amit nyomsz gombot, annyiszor 10% lesz az opacitás. 10-el áprég úgy tudsz menni, hogy a 0 után gyorsan nyomsz egy adott számot, és akkor lesz még 5%. Ez így most 10%, ez 20%. Mondjuk legyen ez. De ugye itt például nagyon fölcsúszott itt már oldalra, úgyhogy adunk erre egy maszkot. És... Na most rossz izén vagyok. Visszatöröljük kicsit a dolgokat. Így... Hogyha lenyomod az altot és a jobb klikket, és jobbra-balra húzogatod a kurzort, az egeret, akkor növeld a brush méretét. Hogyha fölle mozgatod az egeret, akkor pedig a feathert, az átmenetet. És ugye például itt már nagyon kifakította a mozdonyt. Ez már így annyira nem. Akkor ebből szépen visszatörlünk. Meg ugye itt árnyék van, tehát itt ezen a részen, itt ugye hátul, itt nem világíthatja meg a fény, vagyis a holdfény a területet, mert ugye itt a mozdony lárnyék volt. Tehát az a lényeg, hogy ezekre figyelni kell ilyen képeknél, hogyha így módosítasz meg minden, akkor ezekre bizony oda kell figyelni, hogy mi az, ami árnyékot vett, hova ér a fény. Nagyjából tudni kell vizualizálni, hogy mely területek kapnak világosítást. De ugye erről az oldalról jön a fényünk, tehát igazából vissza lehet adni a mozdonynak erre az oldalára egy kicsit több fényt, hogy érezzük a plasztikusságát, ugye. De a jobb oldalán meg már nem kell, mert ott az ugye saját magát árnyékolja, és ahogy beszéltük ebben az esetben, sokkal, ahova nem ér el a fény közvetlenül, ott sokkal-sokkal intenzívebb a fénykülönbség. Például kiveszem minden a füst alól, mert ugye a füst önmagát is árnyékolja, akkor például ezen a részen itt, ahol ugye a füst gomolyog, oda se ér be a fény, meg itt fölfele már, tehát hogy ezeket
szép légy az ember visszaszedi, és akkor már is plastikusabb lesz. Ugye érződik, hogy megvilágítja a fehér füstöt, ami ugye előrébb van. Érződik, hogy megvilágítja a fény a mozdonynak a bal oldalát, de a másik oldala az már árnyékban van, és így kerül helyre az egész fényelés, és így fogod érezni, hogy rendben van a kép, mert az az igazság, hogy a szem az nagyon érzékeny. Sokszor egy nagyon nüanszik dolog érezteti velünk azt, hogy valami nem jó. Sokszor meg sem tudjuk fogalmazni, de a szemünk érzi, hogy ez szar. És most nyilván erre az ember ránéz, és mit tudom, megmondja, hogy ez utómunka, de törekedjünk arra, hogy minél hitelesebb legyen, legalább ilyen szempontból. Innen is kivesszük. Oké. A fáknak erről a részéről, ugye hátulról, a két fa között. Jó. Itt majd ezt a részt még jobban be kell sötétíteni, ennek itt kb. El kell tűnnie, nagyon messze van, ne látszódjon, az nincs ott. Kategória. Jó. Oda akkor még rakunk egy kicsit, ugye ezt már az alapfényeléshez rakjuk vissza, mert ez itt nem fénypászma, meg ilyen izé, hanem sima. Hogy már itt? Jó, akkor mitől maradhat egy kicsi, ami előrébb van, hogy azért ott világosodjon is ki, ne legyen hirtelen az átváltás. Erre egy kicsit itt még leveszünk. Hölgye. Elkenjük. Veszünk kicsit, ez ilyen izé játékos játék, hogy most akkor így mennyit veszel el, visszaragsz, mit csinálsz? Jó, mondjuk úgy, hogy így. Jó. Na, akkor ami még hiányzik, ugye, a vonatnak a lámpája. Értelemszerűen azért világítson már, hogyha este van, nem, de? Szóval azért ez legyünk őszinték. Na, és ezt a következőképpen fogjuk csinálni. Ugyanúgy kb. Mint a fénypászmát, csak kicsit többből. Egyébként hozzáteszem, úgy fogjuk ezt most megcsinálni, ahogy fénykardot is kell. Ha van rá igény, akkor majd arra is szállhatunk egy külön videót, hogy hogy kell élethű fénykardot csinálni. Jó, tehát a következő a lényeg most. Ismét adunk egy új layert. Felteszem ide fölülre. Itt most csak egy ekkora területet jelölünk ki, mert ekkora az, amire hatni fog a fény, vagy legalábbis nagyjából ekkora. Kitöltjük szintén feketével. Megadjuk neki, hogy screen, ugye magyarul raster. Meg is vagyunk, jó. Rendben. Most pedig fogunk egy ecsetet. Fehérrel. Tjük. Így-e. Pontosan így. Jó. Most fogjuk, és ezt a layert Ctrl-J-vel lemásoljuk. És rögtön ennek már csinálunk is egy foldert, mert ebből sok lesz. Lámpa. Rendben. És ezt a felsőt, amit ugye lemásoltunk, ezt elkezdjük életleníteni. Nem ennyire persze. Ez a nulla. És ehhez képest egy kicsit elkezdjem. Igen, az aura, pontosan. Az kell. Oké. Okay. Rendben, de nem végeztünk. Ctrl-U. Kijön a színezett telítettség, kifestés egyszínűen, és megadunk neki egy ilyen narancssárgás témát, és felhúzzuk a telítettséget az egekbe, nagyjából. Így, ez az. Kicsit mehet sárgásabbra, jó. És most ezt tetszőleges mennyiségig, na itt ez már túl erős, ugye? Úgyhogy egy kicsit tovább életlenítünk rajta. Jó széletlenítés. Nem mondom, hogy atomerőmű a gépem és hasít. Jó. És ismét másolunk. És másolunk. És másolunk. Ez megint csak ízlés kérdése, mondjuk úgy eddig. Jó. Fábrus, már is érzem, hogy világít. Ugye, hogyha igazán korrektek akarunk lenni meg a valóságba, akkor itt a sinen, itt ugye megjelennének a reflekciói a lámpának, de azt most marha bonyolult lenne oda rakni, mert ott ugye az más csillogás van, az már felületben is más, nem csak fényelésben, úgyhogy azon most így jótékonyan átsiknunk, hogy hello.
azt most így elengedjük, és a hátsó ablakokra egyébként ugyanez a módszer, ott is ugyanezt kell csinálni, csak ott poligonálasszóval fogjuk kijelölni az ablakok helyét. Erre nyomjuk azt, hogy kijelölés, vagy kijelölés, kitöltés, és őt fehérrel, így. Ja, csak mondjuk föl kéne hozni a layert ide, erre a szintre, ugye. Na. Jó, és akkor most ugye ez össze-vissza áll, meg nagyon borzasztóan elszörnyeztő, de nem gond, mert megadjuk neki ezt a síkot, poligonállal, ki is kapcsoljuk ezt itt most, megnézzük, hogy hol mennek az ablak síkjai, így. Így, pontosan. Jó, most ezt visszakapcsoljuk. Oké, Ctrl-I. És akkor így nagyjából már megvan az, hogy nem össze-vissza csálin állnak. Hát túlzás, hogy nem csálin, de most nekünk ez így jó lesz. Jó. És akkor most csináljuk azt, hogy itt is adunk rá egy kis életlenítést. Ugye első körbe ennyi csak finoman ugye elég így. Jó. Utána akkor ezt lemásoljuk. Jó. Na és akkor most lehet rányomni azt, hogy akkor kezdjen derengeni. Ugye megvan a szín, és most kezdhetjük elmosni. Így mi? Visszahozzuk rá, így van a szint, egy kicsit így finomabban, nem kell annyira. Jó, mondjuk így, nagyon, nagyon élesek a... Hát nem, jó lesz az, még egy kicsit még dobunk rá. Így is van, ezen még egy kicsit lehet tovább életleníteni. Jobban derengjen, valami ilyesmi. Ennek is még ráadunk ide egy színezést. Közben a gépen már széjjel sírja magát, hogy hagyjam békén. Jó. Mondjuk így. És akkor most lehet tetszőleges mennyiségbe ezt. Így is van, már is érezzük, hogy itt van valami. Na de ugye, ez önmagában még nem elég, hiszen meg kellene világítani, kell reflexió a füstre, meg itt a ködre, itt ugye megy, itt erős diffúzor van a levegőben a mindenféle szemcsék miatt, tehát itt a pászma az indokolt. Közben csinálunk ennek is itt egy holdert, azt mondjuk neki, hogy kocsi lámpa. Első lámpa, ez legyen sárga, ez legyen, mit tudom én, vörös. Tök mindegy. És akkor most itt már elég azt csinálni ehhez, hogy itt fogom és kijelölöm ezt a területet. Mondjuk így. Oké. Okay. Adjustment layer. Itt akkor adunk neki egy kis expozíciót itt most, ugye megvilágításról beszélünk. Ezt is elkenjük. És utána Ctrl a maszkra, megkapjuk ugyanazt a szelekciót, és erre pedig rányomjuk azt, hogy színezett telítettség, ahol ugyanúgy beállítjuk ezt a sárgást, ugye, oda néz. Ott is van, hello. Jó. Lehet egy kicsit még ezen magán a színezett részen is egy kicsit mosni, de leginkább még ezen az expozíción kell, mert nagyon-nagyon éles a határ. Így van, utána kell nyilván a szint is vinni, különben az ugyanúgy meghagyja azt a erős hatását, hogyha azt nem korrigáljuk vele együtt. De persze,
itt ugyanúgy lehet még belőle törölgetni, tehát itt folyamatos maszkunk van, viszont nem tudsz kisebb átmenettel törölni, mint amennyit beállítottál itt a maszkon fedőrként. Tehát tök mindegy, mit állítasz be a brásba, csak nagyobb átmenetet tudsz csinálni, kisebbet nem. Tehát, hogyha én mondjuk leviszem a brást, az, hogy elvileg ugye ilyen éles, kis átmenettel határral töröljön, akkor is lágyan fog. Mondjuk akkor nézzük a színen. Tehát akkor is lágyan fog törölni, mert te itt ezen a maszkon ezt a minimum átmenetet adtad meg neki. De mondjuk ugye fölfele csak kevesebb, hiszen hogyha megnézzük, hogy egy kocsiba hol helyezkednek el a lámpák, értelemszerűen a kocsinak a tetején. Tehát az azt jelenti, hogy lefele sokkal inkább kivilágít a lámpa, mint fölfele. Ez azt jelenti, hogy nekünk ide csak tulajdonképpen a köd miatt kell csinálni egy kicsit, mondjuk úgy így. Jó, valamit jelképesen, mindjárt meglátjuk, hogy ez hogy fog kinézni. Ha valami nem néz ki jól, az sosem szabad erőltetni. Ha valami fos, gyerekek, akkor az fos is marad. Jó, átveszük a szelekciót. Use saturation. Színezés, így kifestés egyszínűre. Hát nem ez a piros diszkóhányás kell ide nekünk, abban megállapodhatunk. Kicsit elkenjük jobban a színt. Így. Átkapcsolunk az expozícióra. Azt is egy kicsit jobb. Én nem az expozíciót kéne növelni, hanem a izét. A bánat. A fedőt. Így, csak hozzá kell vinni az izét is. Szint. Így játszani kell, mondjuk, hogy így. Na, és akkor ez már így egészen valami esti téma, igaz? Szóval, hogy így azért nagyjából így már sikerült egyfajta olyan módot átadni, hogy ez azért már így alakul. Nyilván mindent meg lehet csinálni sokkal precízebben, sokkal finomabban, sokkal kidolgozottabban, ez idő és türelem kérdése. Most nyilván nem fog itt egy ilyen 3 órás sessiont végig tolni, mert abba ti is belebolondultok, meg én is. Hát illetve én nem, de aki nézi, az biztos, ez így kicsit talán tömörebb. Tehát kicsit még sötétítettünk itt a részeken, hogy még lefedjük a sínt is, mert ott ugye középen ott semmi nem indokolja, hogy mondjuk ott világos maradjon. És akkor azt hiszem, hogy így a végére is értünk, ugye itt most nyilván lehet több időt eltölteni ezzel. Én is mikor az elsőt csináltam, ugye ezt, ezzel nem tudom, tényleg kb. 3 órát összeszöltem, de most nyilván azt nem lehet megcsinálni így egy videóba. Például ugye azért itt ez reflexió, ez is azért itt még hagy némi kívánivalót maga után. Például jobb, hogyha úgy csináljátok, mint a holdpászmát, hogy külön layerre raktok rá ott egy ilyen elmosott fehér részt, mert akkor ez kicsit ilyen ködös, ilyen opálos hatása. De az volt a lényege most ennek a videónak, hogy inkább ezt a módszert, hogy készül egy ilyen, bemutassam. Aztán az, hogy egy-egy részével ti mennyi időt töltötök, az már az egyéni ízlés meg türelem kérdése. Illetve azt mindig ki szoktam emelni, hogy azért a Photoshopban egy problémára nagyon sok minden más megold. Tehát egy problémára több megoldás is van. Lehet, hogy valaki például másképp csinál egy ilyen esti képet. Lehet, hogy neki vannak egy-két módszere, amik hatékonyabbak az enyémnél, vagy nekem van egy-kettő, ami az övénél, ez gyakorlatilag szinte megfoghatatlan, de hogyha bárkinek van még ötlete, vagy tapasztalata, vagy más módszer, nyugodtan le lehet írni ide a komment szekcióba, és akkor lehet erről egy kicsit beszélni, vagy valami, ennek mindig helye van. És hát remélem, hogy hasznos volt, hogyha igen, akkor esetleg oszd meg másra is, akit érdekel, nyomj egy lájkot, és köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. És találkozunk a következőben, addig is szavaztok!